A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Rendhagyó módon kezdjünk egy verssel. Szívem faragtam sziklába, hatalmas hegyoldalába, az est hajnal csillag vezet, kövesd a jelet, a kezet. Magányos cédrusként állok egymagamban itt a tájon, szellőt kértem, hozzon felém, hatalmas tenger nyílt terén. Vendégem pedig Körmendi Rita, tisztelettel köszöntöm, aki ezt a verset is hozta nekünk, és sok más verset. Ami pedig az indítatást már, mint ahogy meginvitáltam erre a beszélgetésre, az jelenti, hogy a Wokker Vörösmarty Mihály Művelődési Házban egy fantasztikus kiállítása nyílt, hiszen nem csak költőnek nagyszerű, hanem képzőművésznek is. Ezt ott azt hiszem a népes vendégsereg megtapasztalhatta. Köszönöm, hogy megtisztelt bennünket. És akkor kezdjük el először a festészettel, bár mondom, ugye ez a vers engem megragadott, úgyhogy azért indítottuk így. Kezdjük a festészettel. Én azt gondolom, hogy egy kicsi lány bárhol is nő fel, óhatatlanul is vonzódik a rajzolás, a festés és az éneklés iránt leginkább, sőt, hát a versírás iránt. Ez nem volt másként önnél sem. Így van. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Igen, egészen kisgyermekkoromban már megjelentek a művészet iránti hajlamaim. Amit a falakra festettem először, gyermekfigurákat, kedvenceket, barátoknak, barátnőknek is a kedvenc figurájukat festettem a falaikra. Így kezdődött a gyermekkori rajzolgatásom, festegetések. Iskolában is, mindig amikor az órára kellett volna figyelni, folyamatosan non-figuratív, vagy bármilyen figurákkal díszítettem a füzeteimnek a szélét, vagy csak kockákat, bármit, mindig folyamatosan rajzolgattam. Verset is elég korán kezdtem már írni, volt egy, illetve még meg is van egy naplóm, amiben gyűjtögettem, írogattam a kis költeményeimet. Akkor még nem foglalkoztam azzal, hogy most kötött vers legyen, vagy rímeljen, illetve minden sora rímelt, ezt egyszer meg is kaptam az egykori tanárnénimtől, akinek megmutattam, hogy nagyon kecske rímekbe írok, az úgy kicsit eltántorított a versírástól, mert úgy rosszul esett, hogy mi az, hogy kecske rím, akkor ugye még nem tudtam ezeket a fogalmakat. És akkor majdan, ugye az életem során a családi tragédiák történtek, amik megviseltek, és igaziból nem volt kivel erről beszélnem, meg igaziból nem is szerettem volna erről beszélgetni senkivel sem, mert olyan környezet, olyan közeg vett körül, akit én úgy gondoltam, hogy nem is érdekel, hogy igaziból mi történik velem. És akkor én így belefojtottam a bánatomat, gondolataimat versekbe, és volt szakmunkás iskolában, mert egyébként női férfi fodrász az elsődleges szakmám. Volt egy pályázat, egy ilyen irodalmi ifjúsági pályázat, amin részt vettem. Helyezést nem értem el, viszont az ottani ifjúsági magazinba belekerültek a költeményeim, és ez kifejezetten egy adott témára készült, mert akkoriban nagyon sokat foglalkoztak a drogellenes napokkal, az éjszel és a többi az ilyesmi, ami a fiatalokat érintette már akkoriban is. És akkor erre írtam verset, és akkor utána volt, javasolták, hogy na, hát akarok-e vele foglalkozni, és akkor nem volt hozzá merszem, mert ugye nem sok pozitív visszajelzést kaptam ezzel kapcsolatban. És akkor ugyanígy megmaradt a rajzolás, a festés is az iskolában, mivel fodrásztanuló volt, amit sokat kellett arcot, hajat rajzolni, és akkor mindig, hogyha volt ilyen feladat órán, akkor az én képeim mindig kikerültek a falra. Igaziból elején így működött. Melyik volt a kulcspillanat, amikor azt mondta, hogy ezzel érdemes és kell is
Ki volt az, aki bíztatta, segítette, hiszen nyilvánvaló, hogy kellett egy pillanat, ami áttörést is jelentett az életében, a művészi pályafutásában is. Igen, na most nagyon hosszú idő telt el addig, míg mondhatom azt is, hogy rám talált a művészet, visszataláltunk így egymásra, mert ugye a munka mellett, anyám betegsége mellett, és amik így jöttek, nem volt időm ezzel foglalkozni. Tehát annyira le voltam kötve, hogy eszemben sem jutott, hogy én most én művészettel foglalkozzak, meg én ezt szeretném csinálni, meg igaziból nem is találtam a helyen, mondhatom ezt is. Ezért van szerintem több szakmám is fodrászat mellett. És amikor külföldre kerültem férjemmel, akkor jött egy ismerős, akinek festettem porcelán malacokat, meg ilyen kis dísztárgyakat, és akkor ő mondta nekem, hogy itt szokott olyan lehetőség lenni, hogy kézműves vásár, kézműves piac. Akkor én már festegettem, elkezdtem festeni, kiélni magam a fájdalmaim, az örömöm, a bánatom, az eseményeket a vásznakon, férjem javaslatára. Volt a kislányomnak egy kezdőcsomaga, csomagja, és nem igazán szeretett vele foglalkozni, mert hát ő még fiatal volt, akkor nem érdekelte, és akkor mondom, add csak ide, majd én megcsinálom ezt, hát ha kedvet kap tőle, hogy ő is festegessen, ami később el is érkezett, most már 15 éves, és most már ő is igen szépeket alkot. És akkor én ezt megfestettem, és a párom elcsodálkozott rajta, hogy ezt valóban te festett, és hogy? És megmutattam neki, és mondta, hogy na akkor menjünk, vásároljunk még vásznat, mert ez neked nagyon készhez áll, természetesen hajlottam rá, és nagyon jól is esett, hogy támogat ebben. És akkor jött a kedves ismerős, aki szintén meglátta a falon a képet, az otthonunkban, ahol éppen laktunk, és akkor mondta ezt a kézműves piacot, és akkor mondtam, hogy jó, hát próbáljuk meg, most már azért van némi mennyiség, amivel kimerek állni, vagy ki tudom vinni magammal. És bejött. Így kéztördelve átsorogtam, hogy úristen, senki nem fog ide jönni, először én így gondoltam, mert azért nagyon sok szép alkotás volt a piacon, és akkor így gondolkoztam, hogy úristen, mit keresek én itt. És elkezdtek jönni a népek, és bejöttek a kis sátramba, körülnéztek, és vásároltak a képekből. És ez azt hiszem, hogy megerősítést jelentett. Igen. De hogy talált stílust magának, hiszen a későbbiekben itt jószerűvel felsorolhatatlan, hiszen vászonra, akril, olajfesték, és a későbbiekben pedig egy csomó minden mást is kipróbált. Ezek hogy jöttek egymás után sorban? Hát nem is nevezném sorba, talán úgy, hogy grafika, akril, olaj, és akkor igaziból kerestem azt, ami legjobban közel áll hozzám, a kezemhez, a kezemügyéhez, és szeretek próbálkozni, szeretek több mindent kipróbálni. Igaziból nincs megkötve nekem az, hogy most akkor csak olajjal festek, mert akkor most csak ez az én stílusom, hanem minden egyes alkotásban, minden egyes tárgyban, vagy amit készítek, legyen az vers, bármi, magamat szeretem bele festeni, az éppen aktuális érzéseimet szeretem bele tenni abba a műbe, ami a végén lesz. Tehát nincs egy képnél sem olyan, hogy na most én akkor festek egy pipacsot, mert a végén nem egy pipacs lesz, hanem 10. Világos. De ami nagyon-nagyon fontos, hogy tehát a stílusa az egyértelmű, egyedi, igen. Hiszen itt ezen a kiállításon is láttunk olyan tájképeket, amelyek abszolút én azt mondom, hogy egészen különlegesek, és mégis emberiek, tehát ha a köznapi ember, aki nem túlságosan mélyül el a művészetben, azoknak is nagyon tetszhet, viszont egészen különlegesek a portréi például. Ami azt mondom, hogy az mindent visszaad, és annyi pluszt kapunk tőle, hogy egész egyszerűen ott ámult-bámult mindenki. Tehát ez a kettősség, ez létezik? Úgy gondolom én, hiszen azt mondta, hogy az érzéseire hagyatkozik bizonyos értelemben. Így van. Elsősorban a realista stílus kedvelem, tehát szeretem a valós dolgokat megfesteni, de mivel nem áll a többi stílusirányzat sem tőlem távol, ezért szeretem összhangba kicsit összegyúrni a különféle stílusirányzatokat, és akkor a végeredményt láthatjuk a kiállításokon. És közben párhuzamosan pedig megmaradt a verselésnél is. Így van. Ebben miként lehet kiteljesedni, hiszen én most felolvastam egy verset, és hozott itt kötetet, ezt azért megmutatom a
nézőinknek. Jöjj velem egy útra hívlak, légy utas a csónakomnak, tiszta lelkű kék tengeren, ábrándozzunk szép csendesen, olvasom itt a hátlapon. A verseiről kérdezném, és visszatérünk a festészetre. Tehát amikor képek és versek egy lélekből, illetve alkonya télben, az egyik oldalról képek és versek, mintha visszaköszönne a festményein látott gondolatsor. Igen, nagyon sokszor kapcsolódnak egymáshoz a festményeim. Van több olyan festményem is, ami verset ihletett, és van olyan festményem is, ami a vers után készült, illetve pont a borító is úgy készült, hogy szerettem volna egy olyan könyvet, amikben benne vannak a festményeim is, és a verseim egy része, mert most már ugye nem ennyi versem van, hanem sokkal több, most már igen, érik egy harmadik kötet is. És szerettem volna, nagyon, nagyon szeretem a kék, a lila, igazából minden színt, és szerettem volna egy olyan borítóképet festeni, alkotni, ami talán a legjobban visszatükrözi, amilyen én vagyok, vagy az én lelki állapotom, lelki világom. Ez lett belőle. Mikor történt meg? Ugye abban egyetérthetünk, hogy tehát a németországi ottlét, illetve a németországi indítatás az nagyon sokat segített a festőművészi pályafutásában mindenképpen. És hát nyilván ott teljesedett ki, de amikor hazaérkeztek, akkor eldőlt már, hogy ezt tovább folytatja, és kinyílik, kitárul a világ ön előtt? Hiszen azt láttuk, hogy Németországban meg annyi kiállítása volt, és azt hiszem a kézműves vásárokon túl az is nagyon fontos, hogy a szakma, ha úgy tetszik, megismerje az ön alkotásait. De mi történt a hazaérkezésük után? Igen, ez pontosan így történt. A festmények szaporodtak, egyre több lett, és fogalmazhatok így is, hogy bátorságot merítettem a külföldi kiállításokból, és magam elé tűztem egy olyan mondatot, hogy ha nem kérdezem meg, nem tudhatom, hogy hogyan fognak fogadni. És eldöntöttem magamban, legfeljebb azt mondja a kiállítóhely, a galéria, művelőd is ezt, hogy köszönjük, nem. És akkor így felkerestem néhány művelődési házat, galériát, küldtem egy rövid bemutatkozást magamról, az alkotásaimból néhányat, és meglepő módon volt, ahonnan már másnap megkerestek, hogy igen, mehetek ekkor is ekkor, és ez nagyon-nagyon jól esett, és bíztatott, hogy talán van jövőm. Igen, ez fontos. Itt néztem én a kiállításai sorát, hát felsorolhatatlan, tehát itt nem mélyüljünk el benne, de hogy a Cserhát művészkör tagja lett, az áttörést jelentett, és az egy fontos pillanat. Igen, már nyilván külföldön megkerestem, felkerestem több egyesületet, szintén ezzel a felfogással, hogy legfeljebb azt mondják, hogy nincs ilyen előképzettségem, mert ugye nagyon sok helyre követelmény az, hogy művészeti iskolát végzett emberekkel foglalkoznak csak. És akkor ugye én próbáltam először utánolvasni, megnézni, hogy milyen társaság, és ezért is bátorkodtam felvételt kérni, hogy hát, ha megnézik a munkáimat, és az alapján fognak dönteni, nem az alapján, hogy milyen iskolai végzettségem van. Ugyanakkor nem szakadt el a Németországtól se, hiszen ahogy néztem, Günzburg, mintha a második otthona lenne most is, hiszen tagja a Offart Günzburg tagja, és emellett pedig visszajár, éves kiállítása volt, és több is. Ez azért nagyon-nagyon jó. Ebben nyilván segít lelke Jobbik fele, aki itt van velünk egyébként a stúdióban, de fontos az, hogy több lábon álljon ilyen értelemben, tehát nem, itt nem is elsősorban a festészetre és a költészetre gondolok, hanem hogy több helyen is megmutatkozzék? Úgy gondolom, igen. Igen, igen, igen. Az önálló kiállítások mennyire fontosak? Szerintem nagyon, főleg, hogyha van anyag, tehát van mit kiállítani, van mondani valója a kiállító művésznek, a kiállított festményeknek, mert ugye én nem csak festményeket készítek, hanem powerpole szobrokat is, tehát textil szobrászattal is foglalkozom, abból még nem készült kiállítás, de szándékomban áll.
És ezzel egy picit bátorítani szeretnék olyan embereket is, mint akik az én helyzetemben vannak, hogy bizonytalanok abban, hogy merjék magukat megmutatni, mert igenis nagyon sokban segít a művészet. Prohászkodtok el után szabadon, hogy azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen? Igen? Mondjuk. Igen. Jó. Most egy verset szeretnék kérni öntől. Igen. Jó. Nézzük meg. Annál is inkább, mert ez is nagyon fontos, és utána foglalkozunk azzal is, hogy ezek a versek miként hozták meg az elismerést, mert azért a visszajelzés nem csak az olvasottsága fontos, hanem a társművészeti ágakban mindenképpen a visszajelzés, az elismerés is, és abban is bővelkedhet, de akkor először egy verset nézzünk. Rendben. Egy ismertebb versemet, és az egyik legkedvesebb versemet fogom felolvasni, amihez festmény is, pont egy olyan festmény társult, illetve ihlette, amiről az előbb beszéltünk, hogy többféle stílusirányzat látható rajta. Négy évszak. Tavasz anyó felöltötte legszebbik ruháját, olyan virágosat, illatosat tarkát. Megérintette kezével gyengéden a földet, új életet csókolt, nem tehetett többet. Megsiratja néha tavalyi táját, de nem szomorú, mert öleli barátját. Kifelitatja záporozó könnyeit, lábai elé forró homokot terít. Bohókás, szertelen kalandokra csábít, izzó tűzgolyó szerelmével kábít. Csillog a napsugár izzadó homlokán, lecsordul végig egészen az ajkán. De az ég kékje már gyakrabban szürkül, a madarak fészke is lassan kiürül, csendes szellő fújja a vénülő lombokat, arany, citromsárga olykor vörös mit maradt. S mikor már elfáradt, kitombolta magát, magára húzza újra vastag takaróját, próbálja kipihenni az egész évet, hogy jövőre újra indulhasson az élet. Mélységesen emberi. És ez nézzük meg a képet. A maga négy évszak. Igen, ez a portré visszaköszön nekem. Nagyon-nagyon fontos az indítatás, mint ahogy már beszéltünk róla. Hogy választ témát a verseiben? Fontos-e az, hogy mindenkihez szóljon? Vagy pedig kellően önző ahhoz, jó értelemben véve, hogy a saját gondolatait, érzéseit fogalmazza meg? Nagyon érdekes kérdés, mert ha pályázatra írok verset, akkor adott a téma, amiről kell írni. Tehát akkor igyekszem megfogni a lényeget, amiről szól a pályázat. Volt már, hogy felkérésre írtam verset másnak a festményére, akkor igyekeztem arról a témáról, amit látok, ami engem megfog a festményen, arról írni. Ugye a könyvben szereplő versek zöme az én festményemhez íródott, illetve ami nem is ahhoz íródott, próbáltam úgy összeállítani a kötetet is, hogy kapcsolódjon egymáshoz. De egyébként az alap versek, amiket magamnak írok, igen, a saját érzésvilágomat fejezem ki benne. Éppen, hogyha egy tavaszi szellő hat rám, akkor a tavaszi szellőt fogom megírni, vagy a madarak csicsergését, vagy a négy évszakot. Nagyon szeretem a természetet, mindenféle stílusirányzatomban visszaköszön a természet, ha festek, ha verset írok, bármiben. No, az alkotásról még említette a textilszobrászatot. Ez miként jött az életébe? Nagyon szerettem volna mindig is kipróbálni a szobrászkodást, viszont mindig úgy gondolom, hogy nekem az egy nagyon-nagyon magas ugrás, és egy picit hasonlít, úgy gondolom az én szemszögemből, ez a szobrászkodás része ahhoz. Nagyon nagy hangsúlyt fektettem mindig is abban, hogy újrahasznosítás. És ugye a textil szobrászkodásban nagyon sok olyan dolgot tudok belevinni, amit egyébként kidobnék. És akkor újra fel tudok használni akár egy kupakot, vagy egy csatot, vagy bármit. Tehát amit én úgy oda gondolok, hogy na, akkor ebből én ezt és ezt fogom készíteni. És a digitális grafika? Hiszen az megint egy teljesen különböző művészeti ág. Én azt hiszem, hogy ízig-vérig 21. századi, amiben azért nyilván bele lehet vinni azt a sok-sok színt, amit ön általában képvisel.
Igen. Felkértek már könyvek illusztráció készítésére, illusztrálására. Volt mesekönyv is, és nem igazán találtam meg papíron azt a technikát, amivel én szépen tudnék színezni, vagy kifesteni. Tehát van, ami jól mutat az én szememben papíron, de úgy gondoltam, hogy egy könyvhöz és a mai modern technikához nem igazán működik egy papírlapra festett rajz. És ebből gondoltam, hogy kipróbálom a digitális rajzolást. Vásároltunk is egy ilyen rajzképet, és nagyon megtetszett. Viszont ezt azért tanulni kell, ezt fejleszteni kell, hogy mi mire való. De jól működik. Tehát van olyan alkotás, van olyan könyv, aminek az illusztrációját ezzel készítettem. Végül is egy nap 24 órában áll. Nem? Nekem kevés. Én azt gondolom ez iránt. Mire készül most? Hiszen ahogy már beszéltünk róla, meg annyi kiállítás volt, van és lesz nyilvánvaló. Új alkotásokkal is jelentkezik emellett, ahogy említette, rövidesen a kezünkbe foghatjuk a harmadik kötetet. Ehhez nyilván a 24 óra valóban kevés. Igen. Készülőben van a harmadik kötet, mellette festek, amint odajutok. Ezért is választottam elsősorban az olajfestést, mert félbe lehet hagyni, és akkor azért még két hetem van, hogy folytassam, hogyha szeretnék rajta változtatni. Tehát, hogy nem szárad meg rögtön az alkotás. Igen, a festés mindenféleképpen, ahogy idő engedi, mind a mellett a család az első. Tehát most ugye a férjem műtétje volt, gerincműtétje volt, ezért most ő vele kellett sokat menni. A gyerekeknek ugye iskola kezdés, iskola végzés, pont abban a korosztályban vannak, úgyhogy most előtérbe őket helyeztem. Az élet ugye nem áll meg, és mivel ugye már korábban elkezdtem érdeklődni a kiállítási lehetőségekkel kapcsolatban, így ugye ez nem az egyik napról a másikra működik, tehát így folyamatosan elérkezik az idő, ahova visszahívnak, vagy most van időpont, tehát ugyanígy, mint a Vörösmarty Mihály Kultúrházba is most adódott lehetőségem a kiállításra. Vannak álmai, vágyai, céljai? Igen. Igen, nagyon-nagyon sok. A leges-leges legnagyobb álmom jelenleg egy saját galéria. Nincs kétségem felőle, hogy lelke Jobbik fele és a gyerekek támogatásával, illetve hát a saját kutfőből megvalósítja ezt is. Mit kívánhatunk önnek? Egészséget, boldogságot. Jó. Tehát én azt kívánom, hogy néhány év múlva a nagylánya és jelentkezzék ugyanúgy, folytatva a családi indítatást, a férjének gyógyulást kívánunk, önnek pedig jó munkát. Bizonyos vagyok benne, hogy fogunk még találkozni. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Körmendi Rita volt, festőművész, képzőművész, a költészet egyik. Én azt mondom, hogy már régen nem reménysége. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.